androidos fejegységem, illetve feltehetünk olyan alkalmazásokat is, amelyeknek nincsen CarPlay kompatibilis változata. Sziasztok! Nemrég bemutattunk egy videót a Villanyautósok YouTube csatornáján, amelyen a Hyundai Ioniq okosítható fejegysége volt a 11. pont, amit én szeretek az autóban. Rengeteg hozzászólást, és én privátban is rengeteg megkeresést kaptam arról, hogy mutassam be, hogy lehet ezt megoldani, így ezt szeretném most nektek röviden demonstrálni. Először is mindenképp el kell mondani erről a megoldásról azt, hogy tönkre lehet vele tenni a fejegységet. Mindenképp nagyon óvatosan, figyelmesen járjatok el, hogyha belevágtok ebbe a megoldásba, illetve nem is szabad csodát várni a dologtól, mert azért egy viszonylag régi hardware fut az autón, és időnként azért van megakadás. Rengeteg applikációt fel tudunk tenni a fejegységre, viszont épp amiatt, hogy egy régebbi Android verzió fut az autón, általában kell keresni idősebb verziókat az APK fájlokból, nem olyan egyszerűen megy, hogy a Google Play Store-ból leszedjük a dolgokat. Nagyban függ a megoldás attól, hogy az autón milyen szoftververzió fut. A rendszerinformációk menüpontban láthatjátok az autó szoftververzióját, és az utolsó 6 számjegy az, ami általában változik. Az autók ilyen 18 kezdetű szoftverrel jönnek ki, arra van egy könnyebb módszer, amit ezen az autón nyilván nem tudok bemutatni jelenleg, hiszen ezen már egy 19 kezdetű szoftver van. Erről viszont egy másik alkalommal felvettünk nektek egy videót, úgyhogy azt majd egy ilyen időgépes megoldással valahová bevágjuk, és akkor ott meg tudjátok nézni, hogy ha a ti autótokon régebbi verzió van, akkor mi a teendő. Szervizmenübe úgy tudunk belépni, hogy a menüben megkeressük a képernyő kímélőt, és itt balról jobbra, középre, balról jobbra kattingatunk, itt kér az autó egy kódot. Kódként a pontos időt kell megadnunk, ha nem fogadja el az autó, akkor vagy nem jó a firmware verzió, vagy pont egy percet előrébb lépett az óra. Ha belépünk a szervizmenübe, akkor itt meg tudjuk nézni, hogy milyen Android verzió fut az autón, de igazából ami minket jobban érdekel, hogy a biztonság menüpontban be kell kapcsolnunk az ismeretlen forrásokból származó alkalmazások telepítését. Éppen ezért feltehetünk olyasmit, ami kárt okoz, hát legyünk óvatosak és megfontoltak. Hát a lényeg az, hogy ez legyen bepipálva. Kapunk is egy figyelmeztetést, hogy csak óvatosan, úgyhogy legyetek ti is óvatosak. Sajnos visszagombunk nincs, úgyhogy ilyenkor mindig előről kell kezdeni a szervizmenübe belépést, de majd később lesz erre egy megfelelő kis trükköcske, hogy ezt ne kelljen mindig játszanunk. Ha bent vagyunk a szervizmenüben, akkor már az All Applications alatt tudunk például böngészőt indítani, de hát ha mi szeretnénk, hogy ne csak egy böngészőt tudjunk használni, hanem bármit fel tudjunk tenni, akkor először a pendrive-ról érdemes feltelepítenünk egy fájlkezelő alkalmazást. Mivel még most nincs fájlkezelőnk, ezt úgy tudjuk megtenni, hogy elindítjuk a böngészőt, és itt szépen begépeljük, hogy file, 2 pont, 3 perjel, storage, per, USB 0, per, és a fájlkezelő alkalmazásunk neve, illetve a telepítőkészlet, amit letöltöttünk, hát érdemes neki egyszerű nevet adni, hogy ne kelljen sokat gépelni, így is elég sok. Ne aggódjatok, ezt csak az első alkalommal kell így végigütögetnünk. És megkérdezi, hogy szeretnénk-e telepíteni. Azt mondjuk neki, hogy persze, hogy szeretnénk, hiszen ez meg fogja könnyíteni mostantól az életünket. Amint feltelepült a fájlkezelő alkalmazás, akkor az USB storage alatt megtaláljuk a pendrive-unkon lévő telepítő készleteket, és azt telepítünk fel, amit akarunk, meg ami fut. Waze-ből, YouTube-ból több verziót is találhatunk, ami fut, Spotify-t is találunk, ami fut, de például PlugShare-t és Mobility alkalmazást sajnos nem találtam olyat, amelyik kompatibilis. Vannak saját fejlesztésű, tehát van egy csapat, aki ezzel foglalkozik, ők fejlesztenek például egy ilyen Ioniq Info nevű alkalmazást, amivel mindenféle érdekes adatokat meg tudunk jeleníteni. Először is érdemes telepíteni egy ilyen Set Orientation névű alkalmazást, amivel elérjük azt, hogy mindig minden alkalmazás fekvő helyzetben jelenjen meg. Az autómon nem túl régen van ez az új szoftververzió. Nem mondanám, hogy elégedett vagyok, mert ami pozitívum, amit kapott az autó, az az, hogy a térkép frissebb, viszont azt nem annyira használom, mert a Waze-t használom.
Ellenben van néhány hátránya, többek közt ez, hogy az okosítás egy kicsit bonyolultabb lett, illetve ilyenek vannak például, hogy az autó bizonyos beállításokat visszaállít mindig a gyárira, tehát én mondjuk kettes erősségen használom a visszatöltést, de minden bekapcsoláskor, amióta az új szoftver van, visszaáll a régire, ez annyira nekem nem szimpatikus, illetve jobban megterheli ez a szoftververzió az autó hardverét, és elég nehezen bootol be az autó. Tehát, hogyha beülök, bepattanok az autóba, indulok, már az utca végén járok, amire minden elérhető. Ez nem az okosításnak a hátránya, ez egyszerűen az újabb szoftver kicsit jobban terheli az autó hardverét. Általánosságban a fejegység okosításról mondanék néhány szót először is. Az egész arról szól, hogy az Androidra föl kell tennünk alkalmazásokat, melyek alapvetően nem lennének feltehetők. A régi szoftvernél van az autón egy böngésző, és engedélyeznünk kell a külső forrásból származó alkalmazások telepítését, így viszonylag egyszerűen egy pendrive segítségével fel tudjuk tenni a dolgokat. Ahogy frissült a szoftver, a Hyundai ezt a kiskaput úgymond bezárta, innentől két lehetőségünk van. Az egyik az az, hogy megrútoljuk a fejegységet, én ezzel nem annyira szerettem volna élni, de van egy másik lehetőség, ezt fogom most nektek bemutatni. Persze, aki ragaszkodik az előző változathoz, az nyugodtan választhatja a rútolást. Ahhoz, hogy az autóra telepíteni tudjunk bármit, először is csatlakoznunk kell egy vezeték nélküli hálózathoz, amit az autó alapvetően is támogat. Ha csatlakoztunk a Wi-Fi-hez, akkor be kell mennünk a Service menübe. Ez a régi verziónál a képernyő kímélő menüpontból lehetett megoldani, az újnál viszont a rendszer információknál átkapcsolunk a frissítésre, és mintha lenne egy képzeletbeli billentyűzet a képernyőn, be kell gépelnünk a szoftver verziószámát. Az ugye itt most 19.12.09. Ekkor megjelenik egy kódot kérő ablak, ahol egymás után két kódot kell megadnunk, az egyik a pontos idő, ott arra kell ügyelni, hogy ha pont vált az óra, akkor nem fogja elfogadni, tehát ha most én 15-21-et elkezdem begépen, és közben 22-re vált az idő, akkor már nem fog működni. Lényeg az, hogyha megadtuk a pontos időt, akkor a következő lépésben a 12.09-et kell megadnunk. Ezzel bejutottunk a Service menübe. Ahhoz, hogy tudjunk az autóra telepíteni, először is szükségünk van arra, hogy a Wi-Fi kapcsolat éljen. Alapvetően élt, viszont én azt tapasztaltam, hogy ha itt nem kapcsolom be újra, akkor nem tud csatlakozni hozzá a mobiltelefonom, ugyanis itt nem pendrive-ról, hanem egy androidos mobiltelefonról fogunk tudni telepíteni. A másik elvárás, hogy a System Tuning alatt a Prepare Auto Test funkció az be legyen kapcsolva. Ezek után szükségünk lesz egy androidos mobiltelefonra, amelyik ugyanarra a vezeték nélküli hálózatra, tehát ugyanarra a routerre csatlakozik, és távolról fogunk tudni telepíteni egy megfelelő alkalmazással további alkalmazásokat az autónkra. Ehhez viszont tudnunk kell az autónak az IP címét, hát ezt meg tudjuk nézni, hogyha egy számítógépről benézünk a router adminisztrációs felületére, illetve vannak erre alkalmas applikációk is. Ezeknek egyébként az applikációknak a nevét majd a videó leírásába vagy kommentbe írjuk. Hát ennek itt most nem fogom nektek magyar fonetikával kimondani a nevét. Fing. Itt van egy scan gombunk, amivel látjuk, hogy ugyanahoz a Wi-Fi hotspothoz csatlakozunk, akkor meg tudjuk nézni, hogy milyen eszközök csatlakoznak ehhez a hálózathoz. És itt szépen megkereshetjük az autót, ami nem azt fogja kérni, hogy Hyundai Ioniq, hanem egy Samsung androidos tabletet fog mutatni, így ebből tudom, hogy a 209 végű IP az autóé. Erre az alkalmazásra tulajdonképpen ennyi szükségem volt. És az alkalmazások telepítéséhez egy EasyFire Tools nevű alkalmazást kell használnom, amivel tulajdonképpen annyi teendő van, hogy feltelepítem a mobilra, a mobiltelefonnak a letöltések mappájába felmásolom azokat az APK fájlokat, amit telepíteni szeretnék a fejegységre, majd csatlakozok az autóhoz. Ahhoz, hogy csatlakozni tudjak, a beállításokban meg kell adnom az autó IP címét.
a Fire TV IP menüpontban. Ha megadtuk az IP címet, akkor elvileg tudunk is csatlakozni, és egyszerűen kiválasztva a kívánt alkalmazásokat feltelepíthetjük. Hát, amit szerintem érdemes feltelepíteni, az egy dolog, de majd mindenki kiválasztja, hogy ő mit szeretne. A Better Route Planner Transmitter az egy nagyon praktikus alkalmazás. Ez az Application Manager, erre mindenképpen szükségünk lesz, ugyanis amikor megújították a szoftvert, akkor eltüntették a Androidon lévő saját Applications menüpontot, így onnan nem tudnánk már elindítani az alkalmazásokat, tehát mindenképp egy külső Application Managerre van szükségünk. Egyszerűen rábökök, megkérdezi az eszköz, hogy szeretném-e telepíteni, mondom, hogy igen, akkor másol, hát ez egy nagyon pici fájl volt, egy pillanat volt a másolás, ha egy vészt másolunk, akkor azért ez 10 percig is eltarthat, utána pedig telepít. Azért legyetek türelmesek, nagyban befolyásolja a telepítés sebességét, hogyha közel vagytok a routerhez az autóval és a mobiltelefonnal egyaránt. A Camera Pro nevű alkalmazás az arra jó, hogy bekapcsolhatjuk az autó tolatókameráját bármikor, akár előlemenetben is. Ez az Ionic Info, ez mindenféle információkat, vezetési információkat tud megjeleníteni az autóról. Én nagyon kedvelem, de hát nyilván van, akit ezek kevésbé hoznak lázba, én szeretem a statisztikai adatokat nézegetni. Itt már látszik, hogy ez egy 2 megás applikáció, és rögtön egy picit már el is gondolkodik, nem egy pillanat alatt történt meg a telepítés. YouTube alkalmazásból is viszonylag régit, ráadásul egy kicsit módosítottat kell keresnünk, amelyik nem akarja frissíteni magát, illetve nem kötelező bejelentkezni, és anélkül is tudjuk használni. Nélkülözhetetlen alkalmazás, ez a Set Orientation névű, kicsit ijesztő, van egy rú benne, egy orosz Ionic tulajdonos készítette, ha jól tudom. Ez azért szükséges mindenképp a autóra, mert különben egyes alkalmazások, például a Waze, elfordítva jelennének meg a képernyőn, és az úgy nem lenne túl komfortos, ezzel viszont be tudjuk állítani, hogy megfelelően jelenjen meg. Sound About alkalmazás az arra szükséges, hogy hallhassuk az alkalmazások hangját, ugyanis alapvetően ez le van tiltva, így simán menne nekünk a YouTube videó, csak nem hallanánk semmit a hangból, ehhez majd kell egy kis trükkös megoldást alkalmaznunk, hogy működjön. Ez a másik YouTube alkalmazás szintén egy ilyen okosított verzió, a Waze az pedig egy 4.52-es, egy régebbi Waze, ez az, ami kompatibilis a fejegységgel. Miután mindent szépen felpakoltunk az autóra, mobiltelefonra nem is lesz szükségünk a továbbiakban. Nyugodtan kiléphetünk a service menüből, az alkalmazások már fönt vannak a fejegységen, na de hogy érjük el őket? Ugye a régi verziónál, ha a service menübe belépnénk, ott az applications alatt szépen megtalálnánk a telepített alkalmazásokat, itt mivel nem rootoltuk, ezt így nem érjük el. Szerencsére, akik direkt ehhez az autóhoz fejlesztenek alkalmazást, megoldották ezt. Például az előbb említett Application Manager, amit feltettünk, az úgy indítható el, hogyha a beállítások gombot hosszan nyomjuk. És itt szépen megtaláljuk a saját alkalmazásainkat is. Amire mindenképp szükség van, hogy egyszer indítsuk el ezt a Set Orientation-t a Launch gombbal, és a Disabled-ből kattintsuk át az Automatic Full-ra, így teljes képernyőn és mindig landscape módban fogjuk látni az alkalmazásokat. A másik nélkülözhetetlen alkalmazás, hogy az autó hangszórójén hallhassuk a futó alkalmazásokból érkező hangot, az a Sound About. Ha ezt is elindítjuk az App Managerből, akkor annyi teendünk van, hogy a Media Audio opciót átállítjuk vezetékes headsetre, tehát vezetékes fülhallgatóra. Ezzel elértük, hogy hangja is legyen az alkalmazásoknak, úgyhogy innentől már azokra az alkalmazásokra lesz szükségünk, amit valójában használni szeretnénk, nem az ilyen egyéb okosító dolgokra. Itt ugye egy megoldás lenne, hogy mindig úgy indítjuk az alkalmazásokat, hogy belépünk ebbe az App Managerbe, rákattintunk a Launch, de ennél szerencsére van sokkal okosabb gomb is, ugyanis ha itt megnézitek, van ez a kis checkbox. Ez azt jelenti, hogy ha bármelyik alkalmazáshoz én szeretnék hozzárendelni egy fizikai gombot az autón, akkor egyszerűen ezt bekattintom, és azt mondom mondjuk, hogy a Waze-hez szeretnék hozzárendelni, megmondom, hogy Map Key, és azt kéri, hogy nyomjam meg hosszan, melyik gombra szeretném rátenni. Hát itt én most a Map gombra fogom. És innentől a Map gomb hosszú nyomására a Waze fog indulni. A YouTube alkalmazás pedig számomra logikusan hozzárendelem például a Media gombhoz. Ezzel nem veszítem el az eredeti funkcióit a gombnak, ugyanis ha én röviden nyomom a médiát vagy a mepet, akkor az eredeti gyári alkalmazást kapom. Viszont, hogyha hosszan tenyerelek rá a map gombra,
akkor már a vész fog nekem elindulni. Ahogy említettem, azért hardwareben nem ugyanaz, mint amit megszoktunk a modern mobiltelefonokon. Amikor már fut egy alkalmazás, akkor nem akadozik, nincs vele probléma, de azért az elején egy kicsit elgondolkodik, hogy biztosan el akar-e indulni. A régi verzióval, mármint az autó régi szoftver verziójával soha nem volt problémám ezzel a YouTube alkalmazással, viszont amióta az autón az új szoftver fut, azóta időnként mindenáron frissíteni akarja magát a YouTube, ennek még utána kell járnom, hogy mi lesz a tökéletes megoldás ennek kiküszöbölésére. Amikor először indítjuk el, akkor a hacker csapatot felsorolja, akik módosították ezt a YouTube alkalmazást, később elindításkor ez már nem jelenik meg. Ahhoz, hogy az autóra telepített alkalmazások hangját az autó hangszóróin hallgassuk, két apró trükkre van szükség. Az egyik, hogy használjuk ezt a Sound About alkalmazást, amit átállítottunk vezetékes fülhallgatóra. Ezen kívül azt kell hazudnunk az autónak, hogy éppen média lejátszás van folyamatban. Ennek a legegyszerűbb módja, hogyha egy pendrive-ra felmásolunk egy darab MP3 fájlt, ezt egyszerűen csatlakoztatjuk az autó USB csatlakozójába, ilyenkor általában automatikusan elindul a zenelejátszás. De mivel mi ezt nem szeretnénk hallgatni, szünetre nyomunk, és innentől, hogyha elindítjuk a YouTube alkalmazást, akkor már annak a hangját fogjuk hallani majd az autó hangszóróin. Ahogy már a videó elején is mondtam, nagyon fontos, hogy nem megfelelő alkalmazások telepítésével tönkre lehet tenni a fejegységet, úgyhogy gondoljátok meg, hogy mit tesztek rá. Nyilván nem egy YouTube-tól fog tönkre menni. Illetve, hogyha a fejegység szoftverét úgy frissítik, hogy nem a gyári állapotban van, akkor ez szintén tönkre teheti, és végtelen ciklusba kerülhet a fejegység. Erre az a megoldás, hogy mielőtt szoftverfrissítést hajtanak végre az autón, és nem biztos, hogy ezt ti fogjátok csinálni, lehet, hogy elmentek egy kötelező szervizre, és ott megcsinálják, akkor előtte mindenképp nyomjatok rá a gyári beállítások visszaállítására. Ez a Service Mode Factory Reset nevű menüpontja. És egyszerűen nyomunk egy send gombot, és visszaállnak a dolgok. Mindenkinek sok sikert kívánok a fejegység hackkeléséhez, de ahogy többször hangsúlyoztam, legyetek nagyon óvatosak, fontoljátok meg, hogy milyen applikációt telepítetek fel, ne indítsatok el firmware frissítést akkor, hogyha a fejegység módosítva van, illetve elképzelhető, hogy nem ti indítjátok el, hanem a szervizben fogják megtenni ezt helyettetek, tehát mielőtt szervizbe viszitek az autót, mindenképpen állítsátok vissza a gyári beállításokat. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót, kövessétek a Villanyautósok YouTube csatornáját, olvassátok a híreinket az oldalon, és osszátok meg ismerőseitekkel is. Sziasztok!